Sziasztok, üdvözlök mindenkit itt a csatornában, én Petra vagyok, és a mai napon elhoztam nektek a Barbie kihívás következő részét. Ahogy az előző részben mondtam, most Barbie újra itt van a dzsungelben, és éppen tanulja a rumba dance-et, és hát igazából nem is tanulja, hanem csak táncolja, szóval amúgy tök jól néz ki, tehát nézzétek meg, tök ügyes, imádom. Nagyon jól tolja. Na mindegy, gondoltam gyakoroltatom vele egy kicsikét. Viszont, hát menjünk szerintem el, mert tök jó lenne. Egy olyan házat béreltem most ki, ami szerintem családoknak van, mert hogy ezt figyeljétek. Tehát ez 4, 5, 6, 7, 8. 8 ágy van itt. Tehát ez eléggé durva, meg egy nagy ilyen étkező. Szóval, ja, eléggé sok fős. Nagy családosoknak való ez az apartman. Nem baj, ezt béreltem ki, igazából mindegy. És azért jó, hogy ezt béreltem ki, mert itt át tudunk menni. De először rá kéne menni a... Nem tudom, mi van nálunk. Egy darab mecsetünk van csak. De azon kívül van nálunk minden. A sátor is megvan, az, igen, az is megvan. Jó van, hát végül is mindenünk megvan, úgyhogy folytassuk a kutakodást és barangolást. Nem tudom, hogy mennyi kapu van még hátra, vagy mennyi térség, amit fel tud fedezni. High logic skill. Search for useful gear. Nem tudom, hogy a logikája mennyi, hány a szinten van. Oh. Meg lett mérgezve Barbie, sajnos. Na mindegy, hát megesik. És pont esik az eső, csodálatos. Nézzük meg, hogy van-e... Na, ezt nem tudjuk kinyitni, talán a következő vakációnk alkalmával. Tudjuk, csak itt egy kígyó. Nem tudom, hogy hol van még, tehát... De errefele jártunk már, tehát itt már voltunk, itt nem voltunk még bent. Viszont hát lehet, hogy itt is van valamilyen még nem felfedezett terület, úgyhogy igazából megnézhetjük. Na most, hogyha nem lesz semmi olyan terület, amit még nem fedeztünk fel, akkor igazából feleslegesen jöttünk el. Sajnos. Na, feeling the falls. Oh, a vízeséstől romantikus hangulat. Handiness, na az jó, az jó. Ó, találtunk egy relikviát. Szuper. Hú, mi volt? Ja, itt ezeket ki lehet ásni. Azt nem tudom, hogy mi a feladatunk. Most átváltoztattam ugye az életcélját erre az Archaeology Solarra. Nem tudom, hogy kell kimondani. És most ezt próbálom meg teljesíteni. Ezt talán hamarabb menni fog. Szerintem ez ezt jelent. Ne. Ez az, fújjad le magad? Jó. X-kövét, vagy nem tudom. Na mindegy. Csináljuk csak meg. Igen, ez egy. Tehát van már együnk. Kettő, ráadásul kettő. Van még valahol... Honnan jöttünk? Innen jöttünk, ugye? Igen, innen jöttünk. Akkor nem tudom, máshol úgy nagyon most nem látok. Olyan a kincsek, azok újra te... termelőnek. Ez eddig is így volt. Ja, igen. Vannak ilyen kiásandó dolgok. Ezeket ki tudjuk ásni. Ezeket ássuk is ki akkor már. Nem tudom. Nem tudom, hogy... Kicsit el vagyok veszve. Jó, akkor menjünk sorba. Mindenhol szerintem voltam már, de nem tudom. Nem tudtam megjegyezni, hogy pontosan hol voltam, úgyhogy úgyhogy próbálkozzunk meg mindennel. Ugye most kiástunk kettő ilyen akármicsodát. És találtunk egy rózt, kristályt találtunk, és nem tudom, azon kívül bármi más találtunk-e. Oké, okay, create a distraction. Oké. Okay. Menjünk. Ó, egy csomó dolgot összesikerült gyűjtenünk. De ne, de... Igen, szeretnék oda utazni.
Persze, hogy szeretnék oda utazni, hát lehet, hogy ott is van valamilyen kijásható dolog, vagy ilyesmi. És van egy, annyira tudtam, hogy lesz itt egy, szóval itt van egy, és ez egy elég érdekes fa. Jó. És itt van egy járat. Eddig is volt járat, esküszöm, én nem emlékszek rá, szóval. Úristen, de csoda szép! Úristen! Oh, annyira gyönyörű. Sose lesz soha az életbe semmi olyan gyönyörű a Sims-ben, mint amilyen a Jungle Adventure-rel érkezett ez a Salvador Ada. Soha az életbe. Na jó, pihenjünk egy kicsit le. Mert ahogy látom, Barbie egy kicsit álmos, viszont errefele kéne tovább mennünk. Oh, milestone complete, szuper! Mi? Ken? Húzz innen! Húzz innen, Ken! Ez... Istenem! Ken, nem értem, hogy miért jön mindig ide amúgy. Szóval, el kell érnünk a negyedik szintet az archeológia jártasságból, ez már megvolt. Digpile vagy Survey. Rendben, menjünk itt át közbe. És Authenticate three artifacts. Rendben. Tehát értem én, hogy miket kell csinálni, de a magyarul biztos nem fogom tudni elmondani, úgyhogy ezt bocsássátok meg nekem, légy szíves. Oké. Higher archaeology, bocsánat. Erre menjünk rá, mert elég magas a... Megmentettük a tojást. Na! Ja, itt igen, itt már voltam, de itt van egy kincs. Úgyhogy ezt nyissuk ki, és van valami más dolog. Bármi más, itt miért villog vagy csillog? Mindegy. Ez micsoda? Backbeat. Oké, ez nem kell nekünk. Keresek mindenféle kiásható dolgot, meg ilyen-olyan különböző dolgokat, hogy itt mi? Ja, itt ez. Hát. Igen. Találtunk kincset, ugye? És igazából itt nincs más, ahogy látom, semmi más. Hát ez eléggé kár. És itt tovább se lehet menni sehol. Tök jó lenne, hogyha abban maradna már az eső egyébként. Nem, nem lehet menni itt tovább, úgyhogy akkor menjünk teljesen vissza. Mert itt már nem tudunk mit csinálni igazából. Rendben. És nem akarok sehol hagyni semmiféle kincset, de azt hiszem itt nem volt kincs. Úgyhogy menjünk megint csak vissza, még egyet. Rendi, szóval, innen jöttünk, és ez volt az első, ahova bementünk. Akkor most jöjjön ez. Tényleg, még egyszer elmondom, fogalmam sincs, hogy hol voltunk, vagy hol nem voltunk. Ez fogalmam sincs egyszerűen. Higher fishing skill. Az nem tudom. Hát nem tudom, szerintem az... találtunk egy artefaktot. Jó, nem tudom, hogy ez a fishing skill-je hogy van, de szerintem kb. Sehogy. Oké, van itt egy kincses láda, ezt nézzük meg. Ezt a kettőt ki tudjuk ásni. Mi is volt ez? Dig pile. Ground outside and select survey for dig. Survey for dig pile. Ah, csak úgy simán a földre kell kattintani, és annyi. Értem. Hey, dig. Oké, ezt. Ó, ezt teljesítettük is, jó van. Akkor szerintem én itt lerakom a sátramat. Vagy nem is tudom. Hol? Nem, először ezt akkor. Ezt kéne leraknom. Place in the world. És akkor ki lesöpörgetünk pár ilyen artefaktot. Egyébként egész jól van, Barbie. Rendben, és akkor Authenticate Artifact. Azt kell csinálnunk? Igen, azt kell csinálnunk. Szuper. Authenticate Artifact. Mi van? És hogyha ezt ide rakom. Most mi van? Authenticated. Mi van? Szóval így. Oké. Értem én. Megoldottam. Jó van. Nézzétek, milyen menőn néz ki ez a koponya. Tök jól néz ki.
De akkor ezt rakjuk is vissza az inventorinkba, és csináljunk meg még kettőt. Kettő ilyen maszkot, azok szerintem olyan nem lesznek olyan érdekesek, úgyhogy azt felesleges lenne majd megmutatnom. Oké, teljesítettük a milestone-t, ez tök szuper, és akkor a következő feladataink az, hogy ugye ezt az Establish Excavation site-ot használjuk háromszor, fogalmam sincs, mit jelent, ne kérdezzétek, fogalmam sincs. És kell találnunk 5 darab kiváló minőségű artifactot. Hát azt már találtunk. Na mindegy. Mindegy, keresünk tovább. Ezt rakjuk el. Uncover. Lehet, hogy ezek azok lesznek. Úgyhogy igazából megnézhetjük ezeket is, amíg még itt vagyunk, és utána majd megyünk tovább. Na, találtunk egyet, szuper. Ezt rakjuk el, és hát most akkor rakjuk ki a kis sátrunkat, és ezt ássuk ki, nem? Akkor először aludjunk, mert aludnia kell Barbie-nak, úgyhogy most akkor alszunk, és majd visszajövök, amikor felkelt. Oké, Barbie már elég jól van, úgyhogy rakja el ezt a sátrat, ezt ássuk ki. És akkor nézzük meg ezt az utolsó artifaktot, hogy ez most micsoda. Aztán utána indulhatunk tovább. Hát ugye itt a kincset megnéztük. Akkor nem tudom, innen jöttünk? Talán onnan jöttünk. Ups. Ó, bíz. Jó, a méhecskék támadták meg, meg 50 ezerszer izék. Mi ez? Denevérek, úgyhogy igazából minden. Wow. Na hát itt fogok csinálni Barbie-ról egy képet, az biztos. Ezt ássa ki. Oké, hát akkor menjünk tovább. Akkor itt jöttünk be, és nem lehet tovább menni sehol, ugye? Ugye? Jó, tudtam. Jó, és itt nincsen más dolgunk. Jó, akkor menjünk vissza. És akkor folytassuk az utunkat. Jó, itt voltunk, tehát itt voltunk. Jó, akkor a következő hely, ahova mennünk kéne, az ez itt. Azt hiszem ez a templomhoz vezet, de nem vagyok benne biztos. Nem tudom, na mindegy, majd meglátjuk. Fitness! Na hát az teljesen a legfelsőbb szinten van, úgyhogy azzal nincsen probléma. Jól gondoltam, egyébként most a templomhoz fogunk újra ellátogatni. Azt viszont nem tudom, hogy újra bemenjek el, meg kellett csinálni a dolgokat, meg ilyesmi. De viszont itt van egy ilyen... Ó, ezt használnunk kell. Menjünk lejjebb. Aha. Tehát újra ezt meg tudjuk csinálni, amit már megcsináltunk az előző részben. Itt is van egy. Hát nem tudom, csináljuk meg újra a templomot? Lehet, hogy visszamegyek inkább, és akkor megnézem a többit. Aztán majd utána eldöntjük. Aha, szóval ezt így megjelöli, hogy ez így itt van. Értem. És akkor utána fogja majd. Jó. Van itt még bármi más? Mert hogyha nincs, akkor mondom, visszamegyek. Jaj, visszamegyek, és akkor majd később visszajövök. Kimaxoltuk a skillt. Rendben. Az szuper. Ó, itt van a kis csontvázunk. Ő most Sans Corporis. Ő az őrzője a templomnak. Hát nem tudom. Nem, most ezt nem fogjuk megcsinálni, majd hogyha marad még idő a videóból, akkor majd ezt is meg fogjuk csinálni. De most egyelőre nem. Miért? Mi tart ilyen sok ideig, de komolyan? Elhagyatott artifakt. Van még... Ah, találtunk ilyen aljakat. Na, szuper. Úristen, mennyi artifaktot találtunk megint. Na. Gyerünk már. Ez borzalmasan sok ideig csinálja. Áj, először ezzel végez. Na, szuper. Akkor nézd, de most már megint még mindig nem tudunk átmenni azon, ami eléggé elszomorító.
Itt vissza spúnolt egy ilyen cuccit, úgyhogy ezt is meg fogjuk tudni csinálni. Oké, és akkor ezt... De ezt sokkal több ideig csinálja, mint amúgy. De lehet, hogy több cuccot is talál, szóval nem azt mondom én. De akkor vegyük elő ezt a... Hol van? Hol van? Ez itt, ezt vegyük elő. És akkor csináljuk meg azokat, amiket meg tudunk csinálni. Hát, ha találunk ilyen kiváló minőségű régiséget. Na jó, de miért még megcsinálnánk, akkor aludjunk, mert Barbie megint csak nagyon álmos, úgyhogy, ja. De nagyon sok van egyébként, nézzétek. Meg itt ilyen elementeket is lehet extraktolni, ami meg fogalmam sincs, hogy mit jelent. Refine Crystal. Na, ezeket is majd kipróbálhatjuk akár. Rendben. Ma megjön a denevérek. Rakjuk el. Meg egyébként beteg. Ja nem, nem beteg, csak... Csak a ciklusa miatt. Jól van. Na, akkor ezeket így törölgessük le, meg ilyesmi, nem tudom, hogy miket csinálnak vele ilyenkor. Tisztítsuk meg őket. Hát ez kiváló minőségű, jó. Oké, akkor találtunk még egyet, akkor nézzük meg a többit. Van itt még nagyon sok. Na, ez is kiváló minőségű, úgyhogy rakjuk az inventorinkba. Akkor nézzük meg egy vázát. Ó, egy nap múlva véget ér a vakációnk, ami nem is baj, mert talán a következő vakációval majd be tudunk menni abba a másik két kapuba. Újra termelődött itt az a kis cucc. Ahova nem tudtunk ugye bemenni. Eddig még. Na, ez is kiváló minőségű. Jó, hát mindjárt. Mindjárt. Na, gyerünk. Egy utolsó, egy koponya. Wow, ez gyönyörű, te jó ég, ez egy üvegkoponya. Úristen, hát ez csodaszép, ez csodaszép. Nézzük meg ezt a koponyát is. Wow. Készen van. A milestone-unk. Készen van. Érd el a 10. szintet az archeológia jártasságból, és írjál egy jó archeológiai jártasság könyvet, és give a successful archaeology lecture. Á, igen. Kell adnunk egy sikeres archeológiai leckét egy másik színnek. Jó, de nézzük meg, hogy mit jelentenek ezek az extract element. Fogalmam sincs, hogy ez mit jelenthet. Mit csinál belőle? Elképzelésem sincs róla. Element Collection? Ó, értem. Hát és akkor ezzel most... Hát ezzel előbb csináltuk meg ezt. Hogy elmegyünk vizsgálja, vagy mi? Mit? Jó, értem én. Ezt még meddig kell csinálni? Hol vannak a kollekcióink amúgy? Hol kell azt megnézni? Fogalmam sincs, az ilyen gyűjtemények hol vannak? Á, itt! Aha. Ó, itt vannak virágok. Ó. Itt vannak a különböző metálok, kristályok. Wow. És elementek. Ezt a kettőt fedeztük most föl, azt hiszem. Vannak itt fosszíliák, és alienek. És halak. És city posters. De jó! Hógömbök. És az ilyen artifakcok. A kincsek. Wow! Menő! Miért nem óvonalom? Claim. Ó, oké.
Akkor mi az a Refine Crystal? Nézzük meg a rúzt. Az mit jelent? Ó! De jó! Ezeket be lehet rakni valahova? Érdekes. Érdekes. Oké, nem tudom mennyi időnk maradt. A nyaralásunkból mármint. De visszautazhatnánk a templomhoz, hogy újra kinyitogassuk a dolgokat, és újra végignézzük. Activate, examine. Viszont ugye rámentek, mert nem szeretném, hogyha bármi baj történne Barbie-val, mert ugye hát nem kéne. Absolute archaeology. Oké. Most ezzel végeztél? Activate, assembled sand glints. Jó. Hát ez kicsit bebagolódott a kezébe a könyv, de mindegy. Na? Mi van? Barbie. Kérlek. Meghúztam a kart, és kinyitódott az a kapu. Ó, hát ez gyors volt. Fent nincs valami, nem hagyta, de itt is van egy ilyen akármi, de most nem akarok ilyeneket kiásni. Ó, itt van egy ilyen akármi. Úristen, mennyi cucc van itt. Eddig is ilyen sok cucc volt. Meg itt van egy ilyen tábla. Ezeket tanuljuk meg, ezt is. Ezt is, ezt is. Nem tudom, hogy ezzel így mi jön föl, vagy mi fejlődik. Na mindegy. Try to pass. Na azért ne. Ezt próbáljuk meg megnézni, hogy... De ezek mire jók? Ezeket nem is értem. Na mindegy, hagyjuk most. Próbálj meg eljutni a kincshez. Hát ez... Ez csodálatos. Jó, akkor ezt próbáljuk meg. Nem tudott ezzel semmire. Jó, akkor ezt. Nem csinál semmit. Be van a drágám bagolódva. Elég rendesen. Na jó, akkor hagyjuk. És utazzunk. És akkor próbáljuk meg teljesíteni a többi dolgot, amit teljesítenünk kell. Ugye az, hogy tanítsuk, sikeresen tanítsuk meg valakit az archeológia, nem tudom, tehát, vagy adjunk sikeres leckéket valakinek az archeológiáról, és hát ugye egy könyvet kell írni, azt majd otthon, vagy nem tudom, nincsen most nekünk számítógépünk, úgyhogy talán majd azt csak majd otthon. Szóval, itt van valaki. Friendly Salvadorian köszönés. Archaeology Lecture Romulo, hogy mi a franc. Na, adjunk neki. Kész, ez ennyi volt. Készen van. Tudunk tőle venni dolgokat, de nem tudom, hogy nekünk ilyenek kellenek-e. Nem, ilyenek még mindig nem kellenek. Árusítanak dolgokat, úgyhogy azért vegyünk ezekből, hátha. Hátha kelleni fog. A tűzhöz, ugye? Nem sajnálom a pénzt. Oké, megvettünk mindent. Akkor már csak egy jó archeológiai skillbookot, hello, kéne írnunk. Hát nem tudom, hogy hol van, várjátok, tudom, hogy hol van számítógép, ahol tudnánk írni. Ott a múzeumba? Talán itt a múzeumba van. Itt van, igen, na, húzz onnan, húzz, sheets. Oké, write és write skillbook, archaeology. Olyan jó ez a szó egyébként.
Archaeology. Can you dig it? Ki tudod ásni? Ez lesz a címe. És akkor most gyorsan. Vagy ne, lehet, hogy nem is olyan gyorsan. De megírjuk. De azért elég gyorsan megírjuk. Még egy napot maradjunk. Egyetlen egy napot. Még maradunk, amíg ezt befejezni, mert bár nem kell hozzá sok idő, úgyhogy... Ja, de most maradunk még egy napot. És akkor megnézzük a másik életcélt is, hogy ott miket kell csinálni, és szerintem utána ennek a résznek most itt vége lesz, mert elég sokáig jutottunk, ugyanis megírja ezt a könyvet, ami remélhetőleg jó minősítést fog kapni, és teljesítette az Archaeology Solar, nem tudom, életcélt, úgyhogy ez már jó. És még meg szeretném nézni a jutalmakat is, ugyanis eléggé sok pontja van már megint Barbie-nak, és nincsen elköltve, úgyhogy azt is majd megnézzük. Kész. Végzett. Jó lett. Jó minősítés lett. Úgyhogy, hát végzett ezzel az életcéllal. Szuper, megvan a következő, már nem tudom hányadik, már nagyon sokadik, és akkor nézzük meg, hogy hol van a másik, a Jungle Explorer. Ezt kell még ugye még teljesítenünk. És akkor, na! Oké, ez nem tudom, hogy kicsoda, igen, ez, de ez a, nem tudom, egyik barátunk, de megkérjük, hogy legyünk csak barátok, mert ez így nem lesz jó, hogy ilyen puszikat adogaszt nekünk, meg ilyesmi, úgyhogy ezt nem akarom. Na és akkor megnézzük a jutalmakat, alulról szeretném, mert never worry, never need sleep, tökéletes lenne, de mindjárt megnézem, mik vannak még. Nem akarom a trétjeit rezetelni. Kipróbáljuk ezt a money treat. Mármint, hogy én nem szeretem ezeket a dolgokat, de kipróbálhatnánk. Oké, igazából ezek közül nem kell semmi. A never worry-t, azt megveszem, és akkor soha nem kell majd aludnia. És akkor megveszük ezt a money treat majd otthon. Várjunk, most akkor lefekszik aludni, és onnantól kezdve soha nem kell neki? Ez lenne? Ezt jelenteni ez a dolog? Igazából nem tudom, hogy ezt a money treat, ezt be lehet rakni az eszköztárba, ezért nem akarom itt megvenni, mert tényleg életemben még nem próbáltam ki, és soha nem volt még ilyenem, és lehet, hogy aztán el fogom adni, nem tudom. De érdekel, hogy milyen. Meg hogyha meg lenne, akkor ugye a gyerekeinek sose kéne nélkülöznie semmit, mert mindig lenne pénzük. Na de azt majd megnézzük, mert ez érdekel, hogy hogyan működik. Canceljük a... Tudjuk te cancelölni? Travel home. Igen, tudjuk cancelölni, akkor most menjünk haza. Jaj, Serafina, hát te eléggé szarul vagy. Jó van, Serafinát majd elviszem valamikor orvoshoz, most Barbie jöjjön ide. És hát nézzük meg ezt a money tree dolgot. Hol is van? Itt van. Money tree. Kíváncsi vagyok rá egyébként, tényleg nem szeretem ezeket a dolgokat. Na. Meg van véve. És akkor ez most elméletileg valahol az eszköztárunkban kell, hogy legyen? Money fruit. Ó. El kell ültetnünk. Na hát, és itt mégis hova ültessek egy fát? Hát, mert ne haragudjunk. Hova a francba? Ide ki tudnak jönni a szimek? Lehet, talán ide lenne a legjobb ültetni. Ide. Plant. Vajon ki tudnak jönni? Nem. Lehetetlen. Hát, pedig ott lenne a jó. Akkor tudjátok, mit kell egy ilyen akármi. Hol van az a woodworking table? Itt van. Craft furniture. Jó, akkor nem. Akkor veszünk egy ilyen ültetőládát, és abba belerakjuk. És akkor azt mondjuk ide rakjuk, vagy nem tudom, majd eldöntöm még, hogy hova, fogalmam sincs. De tere kíváncsi vagyok nagyon, hogy ez hogyan működik. Show all, és... Nem tudom, hogy hol vannak ezek a dolgok, mert én ilyeneket nem szok... Itt van. Mi ez a perfect...
Írjátok már le nekem, hogy mi az a Perfect Grow Fruit Challenge. Léci, mi a franc az? Na mindegy. Akkor melyik legyen? Legyen ez sötétbe? De ez túl nagy. Nekem elég egy ilyen egyes. Egy ilyen. Oké. És akkor, hát ez most pont nem túl szép helyen van, de plant. Ja, hogy ezzel foglalkozni is kell, meg innen. Aha. Értem. Fia Barbie, feküdjél le aludni. Tudom, hogy nem ez a bajod, de feküdjél le aludni. Te is alszol. Jó, akkor majd a későbbiekben meglátjuk, hogy milyen ez a pénzfa. Úgyhogy hát tartsatok velem a legközelebb is. Tehát a következő részben megint csak a dzsungelben fogjuk kezdeni az egész dolgot, és ott azt fogjuk folytatni. Megnézzük, hogy be tudunk-e menni azokra a helyekre, ahová nem sikerült eljutnunk a mai részben. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem tetszett nektek, és jöttök a jövő héten is. Legyen szép napotok, sziasztok!